Egy szolnoki férfi a fejébe vette, hogy kirabol egy pénzváltót. Kapura jött barátnője, aki egy szolnoki pénzváltóban dolgozott. A gyanúsított tervét május 27-én este hajtották végre, amikor a nő zárást követően nyitva hagyta a széfet, majd bezárta a pénzváltót. Két másik társuk a pénzváltó környékét figyelte, míg a gyanúsított egy korábban másolt kulccsal bement a pénzváltóba, a széfből magához vett 33 millió forintot és valutát vegyesen. Ezt követően a figyelők kocsiába szétosztották a pénzt, majd a főbűnös páros egészen Grácig menekült. Közben a nyomozók sem tétlenkedtek és elfogató parancsot adtak ki a külföldre menekülő páros ellen. Akik ezt megtudták, így hazautaztak Magyarországra, és föladták magukat a szolnoki rendőrkapitányságon. Ezt követően társaikat is elfogták kollégáim. A 32 éves nőt és 23 éves barátját, illetve két fiatalkorú társukat lopás büntet megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a nyomozók, majd mindannyiukat őrizetbe vették. Az ötletgazda letartóztatását három társának bűnügyi felügyeletét indítványozták.